de kiváló tervező, és a modern hadviselésre ösztönösen nyitott katona volt. Képességeit a szövetségesek legfontosabb hadműveletének megszervezése és felelőssége tette próbára. Az első kérdés, hol szálljanak partra? Az egyértelmű válasz Pas de Calais megye lett volna, Angliától mindössze 30 kilométerre, a természetes útvonal a Németország felé. Ám a németek ide összpontosították a partok védelmére rendelt erőket. Ezért a szövetségesek Normandiát választották. Ha a szövetségesek meg tudják vetni lábukat Normandiában, újabb csapatok odaküldésével kitörhetnek, felszabadíthatják Párizst, és megkezdhetik az előrenyomulást Németország felé. Az invázió sikere az első 24 órán, a D-napon áll vagy bukik. A szárazföldi csapatokat a 21. hadseregcsoport alkotta, a brit Montgomery tábornok vezetése alatt. 7 brit, amerikai és kanadai gyalogos hadosztályt, 3 páncélos dandárt és 3 légiszállítású hadosztályt jelöltek ki a hadművelet megkezdésére.